Pulcert a 10. epizódjában, ahol ismét egy aukciós különkiadással jelentkezünk, az 5. árverésünk 3 kiemelt kortárs darabját mutatjuk be. Az árverés menetében változás, és az 5. aukciótól kezdve a saját oldalunkon közvetítjük az árverésünket, és ezen a felületen is lehet licitálni, tehát kérem Önöket, hogy regisztráljanak a www.bodogaleria.hu weboldalon. Az aukciót december 9-én 18 órakor tartjuk, a kiállítás pedig november 24 és december 8 között tekinthető meg minden nap galériánkban. Konok 1959 és 97 között Franciaországban és Svájcban élt, már az 1960-as évek végén kiterjedt szakmai és műkereskedelmi kapcsolatokkal rendelkezett Párizsban, melynek köszönhetően jelentős egyéni és csoportos kiállításon, világviszonylatban is kiemelkedő helyszíneken szerepeltek munkái. 30 éves külföldi tevékenysége során szemlélete eltávolodott a magyar neo-avantgárd művészeti fogalmától. Közelebb áll a nyugat-európai, főként francia és német területek művészeti tradícióihoz. Műterméből az 1970-es évek eleje óta kikerülő architektúráinak máig alapeszköze maga a vonal, amely bár a természetben alig fellelhető, annál sokrétűbben kapcsolódik különféle emberi tevékenységformákhoz. Akrilvászon festményei, jelekké absztrahált vonalak, sávok, pöttyözött felületek, és geometrikus formatöredékek síkban tartott kompozíciói, melyek plasztikai, tehát térben kiterjedő ábrázolási problémákról vallanak. Bak Imre művészetének kiinduló pontja az 1960-as évek közepétől a festészet utáni abstrakció, a shaped canvas, azaz a formázott vászon és a hard edge festészet, amelyet sajátosan gondolt újra a konstruktivizmus hagyományaival, illetve a népművészeti motívumkincset megidéző modernista törekvésekkel összefüggésben. Az 1970-es évek utolsó éveiben Bak Imre egyre gyakrabban tematizált olyan elemi formákat, mint a kör, a négyzet, a háromszög és a kereszt. A Körkereszt című festmény ezeknek a műveknek sorába illeszkedik. Az 1980-as években Bak a stilizált formáktól egyre komplexebb motívumrendszereket és referenciális struktúrákat hozott létre. A 70-es évek végén festett alkotásai, köztük a Körkereszt, fontos előzményei a művész posztmodern fordulatának és egy jelentéstani és kultúrtörténeti kérdéseket vizsgáló, általánosságban is konkrét, konkrétságában is általános, vizuális nyelv megalkotásának. Csernus Tibor a magyar kortárs művészet azon alkotói közé tartozik, akik teljes életművükkel a klasszikus figuratív festészeti hagyományokhoz kapcsolódtak. A hazai művészettörténetben ez a tradicionális értékekre reflektáló és abból építkező szemlélet meglehetősen ritka. A reneszánsz és a barokk festészeti tradíciói formai karakterkészletének újraaktualizálását, valamint a táblakép tekintélyének helyreállítását tűzte ki célul. De célja nem csupán az volt, hogy ismét aktualizálja ezt a klasszikus tradíciót, hanem hogy azzal saját korának vizuális jelenségeire hívja fel a figyelmet. A kiüresedett Caravaggesque képek után Csernus figyelme a 80-as évek végén fordult William Hogarth művészete felé. Csernus visszanyúl a történelmi korok hagyományaihoz, s azzal kísérletezett, hogy vajon milyen mimika és mozdulatsorok feleltethetők meg a mai közgondolkodással, illetve a tárgyi környezettel. Azt kutatta, hogy mitől válik kifejezővé egy gesztus, és mi válhat öncélúvá. Ez a festészeti programpár is éjszakai életébe kalauzolja a nézőt. Ugyanakkor a tematika mellett a stílusa is egyre inkább eltávolodott a Caravaggio klasszicizáló képi világától. Új típusú alkotásain a nagyvonalú ecsetkezelés, a merész formavilág, a kompozíció és a térillúzió végtelenik fokozása, illetve a kivitelezés lobbanékonyságára került a hangsúly. A kép mind a témát, mind a stílust illetően állandó mozgásban van. Azon túl, hogy a történet az öltöztetés és a vetkőztetés miben léte körül forog, a motívumok leképezése
sem csupán a részletek felépítésével, hanem azok részleges vagy teljes lebontásával is együtt járnak. Akik esetleg személyesen nem tudnak eljönni kiállításunkra, azoknak a figyelmébe ajánlom, hogy virtuális túrával megtekinthető az egész tárlat a weboldalunkon keresztül. Köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten is jelentkezünk egy utolsó aukciós különkiadással, egy kultszerdával, ahol a sport tematikájú műveket fogjuk bemutatni.